Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a Fehér Sapkás Kaposvári Vízilabda Klub a Fekete Sapkában játszó Ferencváros csapatát fogadja a Csík-Ferenc versenyúszodában. A címvédő érkezett a Somogyi megyeszékhelyre, és nincs meg egyelőre a találkozó első gólja. Csoma és a kapufa hárított együttes erővel. Marad a labda azonban. A remek erőkből álló, ahogy említettem, címvédő, Bajnokok Ligája bronzérmes, válogatott kiválóságokkal teletűzdel Ferencváros csapatánál. Letelik a támadóidő, marad a labda a kaposváriaknál. A vendégeknél 14-essel fogás Soma a kapuban, 3-as a Pol Zoltán, a medencében 5-össel Stylianos Argyropoulos, görög légiós, 9-ese német Toni, 10-ese Varga Dénes, 11-ese Jansik Szilárd, 12-essel pedig Vadovics Viktor a medencében. A vendégek szakvezetője Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is egyben az ő munkáját. Katona Norbert és Nyéki Balázs segíti. Kaposvári oldalon Csoma a kapuban 1-essel, a kaposváriak csapatkapitánya, 2-essel Kakstepper Bendegúz, 3-assal Alexa Petrovski, 4-essel Kasper Langiewicz, 5-essel Berta József, 6-ossal Pellei Frank, 7-essel pedig Szatmári Kristóf a medencében. A bejártás nem jó a vendégektől, Csomán áll a labda. Kaposváriak vezetőedzője Surányi László az ő munkáját. Berta József, idősebb Berta József segíti, de ezen a mérkőzésen mindis Ferenc is ott ül mellette. Másodedzőként egy jó kaposvári próbálkozás, Fogel azonban hárít, nincs gól továbbra sem. Fizi Zsolt és Kevi Tamás a két játékvezető. És míg ezt elmondtam addigra, már ismét a Ferencváros próbálkozhat ma, de egy jó labdaszerzés hazai részről. Argyropoulost előztük meg. Az UB1-es bajnokság negyedik fordulójában járunk. Örökesség, hogy mindkét együttes veretlen. Közben a hazaiak Szatmári lévén lőnek egy kapufát, és ebből viszont most sajnos megúszik a Ferencváros Argyropoulos a labdával, és a görög légiós bezúdítja. Vezet az FTC. Szóval mindkét társaság veretlen, a kaposváriak emellé sajnos nyeretlenek is még, 3 döntetlen a csapat neve mellett a tabellán, a Ferencváros pedig 3 győzelemnél tart a 22-23-as bajnokságban. A meccs abszolút esélyesének a zöldfehérek számítanak, de a hazaiak fogadkoztak, hogy mindent megtesznek, hogy megnehezítsék a fővárosiak dolgát. Langiewicz kapná a labdát, kiharcol egy kiállítást. Volnár Erik hagyja el a medencét, illetve a játékteret. Emberelőnyben a KVK. Szatmári szakvezetés a hónap legjobbjának választotta Szatmári Kristófot. És ott a kaposvári egyenlítés. 1-1. Kakstetter Bendegúzta láve, több mérkőzést is kihagyott sérülés miatt, de most ismét itt van a keretben, rögtön a kezdőcsapatban, és góllal jelentkezik a KVK saját nevelésű játékosa. 1-1. Fontos lesz hazai részről, hogy meddig tudják tartani a lépést a vendégekkel, természetesen nem elvéve a somogyiaktól akár a pontszerzés lehetőségét is. Tehát azért lássuk, hogy a Ferencváros
más szintet képvisel ebben a hazai bajnokságban, és vissza is veszi rögtön a vezetést az FTC 2-1. A címvédőnek ezzel Varga Dénes volt a gólszerző. Pelei Frank tűzve labdával Szentesről igazolt a KVK-hoz. Sokára visszatérhet korábbi csapata otthonába. A következő bajnokiát majd ott játssza a KVK. November második felébe két kupameccs is vár a somogyiakra. Jövő héten szerdán a Szolnok érkezik. A Csík Ferenc versenyutodában majd szombaton jön a visszavágó. Tavaly ugyanez volt a párosítás, és akkor kettős győzelemmel jutott tovább a Dózsa. Túl az első negyed felén, 2-1-re vezet az FTC. Berta, az ifjabbik ellövi messziről. Fogel Somának ez most nem okozott gondot. Marad a 2-1-es Ferencvárosi vezetés. Félház, nagyjából félház itt a Csík Ferenc versenyúszodában. Az első hazai bajnokin fergeteges volt a hangulat, egy labdagyűjtő akciót szervezett a kaposvári együttes. Már csak emiatt is sokan kilátogattak a kezdés előtt megtelt gumilabdákkal a medence. Lehet látni azokat a pillanatokat. Egy kicsit kevesebben vagyunk, de csoma védése után jogosan jött a taps, és itt az újabb csomagbravúr. Nagyon kellenek majd Csoma Kristóf védései. Stabil pontja ennek a KVK-nak. Tavaly igazolt a Vasastól a Somogyi megye székhelyre. Ugye pedig már csapatkapitányként irányíthatja a többiek védekezését. Mári, akkor volhat a Fradi. Lendülettel jön előre a fővárosi együttes, Nagy Ádám a labdával. Nem lő, hanem passzol. Egy jó bejátszás középre, de szabálytalanságot látnak a játékvezetők. Jöhet a Kaposvár. Csoma. Kakstetter. Ivári Wendel védekezett keményen Kakstetterrel szemben. Nagy a harc a labdáért, de végül a Fradi hozza el. Sem lesz veszélyes kaposvári próbálkozás. Nagy Ádám! Egyébként csak ijeszteget Argilopulosz. A bejátszás középre. Lefújják a játékvezetők. Palatinus Erik volt a szabálytalan, így büntetővel jöhet az FTC. Irian a Szergilopulosz kezében a játékszer. Csoma vele szembe, és majdnem elkapja Csoma Kristóf. Tehát sajnos a majdnem van a hangsúly. 3-1 ezzel az FTC-nek. Jön Horváth Ákos a kaposvári csapatba többek között. Aranyi Attila is a medencében, ő Pécsről igazolt a KVK-hoz a nyár folyamán. Több lehetőséget kap Surányi László vezetőedzőtől, aki pedig már a negyedik idényét kezdte meg
KVK mestereként. Labdát szereznek a vendégek, 1 perc 10 a negyedből. Fogel. Fekete Gergő kezében a játékszer. Könnyedén jön előre. Távoli ijesztegetés Varga Vincétől. Egy fekete húzza a kaposváriak hálójába a labdát. 4-1, ez már nem néz ki olyan jól, mint ahogy a 2-1 kinézett. Meglép 3-mal a Ferencváros. Szatmári. BL győztes játékos. Pellei. Egy egyszerű dolga Vígvárival. Horváth is kap egy szabad dobást. És nem látnak szabálytalanságot a játékvezetők. Érdekes ítélet. Angievic küzdött nagyot. Az amerikai válogatott center. Majd fújnak egy kontrát. Kicsit most olyan érzete volt, hogy megpróbálják kárpótolni a kaposváriakat. Nézzük ezt a próbálkozást. Nem volt esélye Aranyi Attilának. Marad a 4-1, és lassan lepörög az első negyed. Fogel. Nagy Ádám. Kapura tennék még, és még van idő sajnos. És hiány megszerzik az ötödik találatot. Most teljesen elaludt a kaposvári csapat. Marad azonban végül a 4-1-es vendégvezetés. Nem sokára innen folytatjuk. Na lássuk a folytatást, 4-1-re nyerte az első negyedet a Ferencváros, és a fővárosiak hozzák el a labdát a folytatást illetően is. Közel voltak már az ötödik gólhoz is a fővárosiak az első negyed végén.
ebből most nem lesz, mondom én, hogy nem lesz veszélyes kapu. Fővárosi próbálkozás, hát végül nem lett, mert Varga Vince sokáig várt. William Valentine is a kaposváriak csapatában, egy ifjú tehetség. A nyáron igazolták. Főként az ifjúsági csapatban kapott eddig lehetőséget a magyar származású fiatalember. Többször is gólokkal segítette az ifi csapatot. Most ő is itt van a felnőtt keretben, sőt a medencében. Kimaradt kaposvári próbálkozást láthattunk. Varga Zsolt dobja vissza a labdát. Sokszoros magyar bajnok a Fradival, bajnokok ligáját is nyert a Ferencvárossal Varga Zsolt, és nyár óta pedig a magyar válogatott szövetségi kapitánya, miközben megszületik a találkozó második hazai találata, Alexa Petrovski a gólszerző. Ezúttal a kapufa is velünk volt. Feljön kettőre a KVK. Ilyenkor kár kicsit, hogy könnyedén hagyják ellépni a Fradit, mondhatni könnyedén, hát nyilván nem megtettek ezért a vendégek, hogy ellépjenek. Most vissza lehet jönni egy gólra, Csoma kezében a labda. És a hajrá, hajrá, Kaposvár! Horváth! Horváth küzd nagyot. Megvan még a labda, egészen idáig. Fogel. Varga Dénes. Napjaink egyik legjobb vízilabdázója az egész világon, Varga Dénes. Világsztárokkal érkezett ide ma a Ferencváros. Csoma! Ismét fel lehetne jönni egy gólra. Berta. Körbenéz, sehol senki. Előtte ott a lehetőség, utolérik. Német Toni volt. Német nyújtózkodik. A Takács János tüntetik el, kiállítás. Emberölőnyben a KVK. Berta megnézi, belelövi a blogba. És így a Ferencvárosé. Kicsit elkapkodták ezt most a srácok. Megint nincs meg a harmadik találat. Badovic személyében pedig már a Fradi támad. Badovic nyújtózik, tovább teszi Pol Zoltánnak. Szerintem válogatott játékosokról van szó, Csoma. Ő pedig válogatott szinten véd. Még Merc Tamás szövetségi kapitánynál kerettag volt Csoma Kristóf. Hát ezen a poszton nem egyszerű odaférni. Berta! Jánosik Szilárd tette fel a kezét. Küzdenek Bertával. Marad a kaposváriaknál a labda. Oda támadó ide Takács, és bepattintja Takács János. Feljön egy gólra a KVK. Szép megoldás. Kaposváriak egyik nyári igazolásától 4-3, már csak egy gól van a két csapat között.
egyelőre a Fradi. Egy hatalmas kapufa a vendégektől. Jansik. Támadhatnak tovább a fekete sapkások. Jansik. Megy a lóba. Margilopulosz, majd Jansik. Valakinek lőnie kellene. Kaposvári labdaszerzés. Mehet az egyenlítésért a KVK. Kapkodják most el a Somogyiak. Pellei. Egy lövés majd a blokk, nincs egyenlítés. Továbbra is a Fradinál az előny. Az ifjú Vörös Tamás is a medencében hazai oldalon. Másik teszi vissza, Varga Dénes. Egy újabb kapufa, Fekete Gergő volt az elkövető. A labda pedig Csománál. 4-3 a Fradinak, ismét az egyenlítésért támadhat a KVK. Csoma kivár, és közben letellik lassan a támadóidő. Ebből egyenlítés már biztos nem lesz. Ezt meg vissza is fújják a játékvezetők. Argyilopulosz. Hát így nehéz egyenlíteni, hogyha meg se próbálunk közel férkőzni a vendégek kapujához. Varga, újabb kapufa. Vörös Tamás volt a szabálytalan, Varga megnézi, lesz a vége. És ebbe minden rutinját beleteszi Varga Dénes. Nincs Kaposvári egyenlítés, van helyette ismét két gólos vendégvezetés. 5-3 a Fradinak. Dénes a második találatát szerezte a mai meccsen. Pelei. Vigvári Vendel védekezik rajta, Horváth Ákos. Ki sincs egyszerű dolga. Keményen oda teszik magukat a Ferencvárosi játékosai. Horváth kezében a labda. Kiállítás lesz a vendégcsapatból, Ember Ölönben a KVK. Horváth, ezt el lehet lőni, és be is lehet lőni. A gólszerző Horváth Ákos, ha jól láttam, így is van. Megint csak egy gól a különbség. Ádám tette tovább a labdát, és még csak egy gól a különbség a felek között. Ember előnyt kap a Fradi is. Az első ilyen lehetősége a fővárosiaknak. Meg voltunk eddig az ember hátrányok nélkül. Letelik lassan a támadóidő, egy középre tett labda, a gól érvénytelen. Marad az 5-4, és megint lehet menni az egyenlítésért. Csoma. Pellei. Szatmári. Vissza Pelleihez. Takács küzd középen. Most
megkapta a labdát. Aranyi egy ejtéssel próbálkozik. Ez nem volt most a legjobb megoldás. Marad az 5-4 a Fradinak. Fogel. Varga Dénes. Volnár. Volnár Erik vár. Varga Vince kapta. Tehetséges utánpótlás válogatott játékos Varga Vince. Nagy csoma hárít ismét. Petellik közben. Az első fél idő. 2x8 perc játék után. Kaposvári VK Ferencváros 4-5.
harmadik negyedet is a Ferencváros kezdi. 5-4 a fővárosiaknak. Lássuk a folytatást. A kaposvárieknek megvolt az esélye az előző negyedben, hogy akár X-re mentsék a találkozót a félidőre. 3-1-re meg is nyerték egyébként a második negyedet. Ez mind abszolút pozitív volt, meg az is, hogy Csoma egy védéssel folytatja. Ez már a hatodik volt tőle, 55%-kal véd Csoma Kristóf. Nem rajta múlik, ez egyértelmű. Nézzük a Fradi támadását, Vadovics. Nem jó a keresztpassz. Ebből pedig már nem tudnak veszélyeztetni a vendégek. Ismét az egyenlítésért támadhat a Kaposvár. Berta. Szatmári kapott egy csomagot Jansiktól. Berta. Pellei, majd Berta volt ismét a labda útja. Pellei. Ott a betett labda. Eltüntetik Langievicert. Kiállítás a vendégeknél. Vadovics száll ki átmenetileg. Kakstetter viszi le. Pellei. Berta lóbál, nem lő. Petrovski. Az ő lövése pedig visszaszáll a blokkról. Nem sikerül egyenlíteni. Jöhet a Fradi. Fogel, majd a Jansik. A magyar válogatott kiválóságai. Hazaért már Kasper Langievic az Egyesült Államok válogatottját. Erősíthet a több ízben is a nyáron. Csoma! Most valahogy utat talál sajnos a kapujába. A Ferencváros 11. találatát pedig Jansik Szilárd szerzi. Pont az imént dicsértem meg. Csoma Kristóf teljesítményét. Itt most tehetetlen volt. Nézzük Petrovskit. Fogel jön ki a kapujából, de Jansik amúgy is megszerezné a labdát. Langievicsel még össze is akadnak egy kicsit. Jön előre a Fradi, Fekete. Nagyon üresen, Fekete bezúdítja. 7-4, megint meglépnek a vendégek. Többször is ott volt a lehetőség a hazaiak számára, hogy egyenlítsenek. Helyette azonban sajnos megint meglép 3-mal az FTC. Szép megmozdulás, Petrovski. A második idényét kezdte Kaposváron a szerb játékos. Horváth. Továbbra is keményen védekezik a Fradi. Horváth. Lassan-lassan lőni kellene. Pellei mellé. Fogel. Vadovics. Csoma irányítja az övéit, mint hiába. Szépen lép el a kapufa mellett. Molnár Erik, aki meg is szerzi ezzel az első találatát. 8-4. Egyelőre 3-0-ra nyeri ezt a negyedet a Ferencváros.
most egy kicsit talán a szurkolás is alább hagyott a Csík Ferenc versenyúszodában. Ugyanakkor láttuk a második negyedben, hogy akár közelebb lehet férkőzni ez a Fradihoz. Kérdés, megengedik-e ezt még egyszer a fővárosiak? Petrovszky, Berta, vissza Alexa Petrovszkyhoz. Messze van, de üres előtte a medence. Kiállítás lesz a vendégeknél. Argyropulosz szállt ki, a görög légiós. Emberelőnyben tehát a KVK. Aranyi teszi vissza, Fogel véd. Molnár pedig hozhatja előre a játékszert. Argyropulosz, Fekete és Varga két-két találatnál. A kaposvárjaknál csupa egy gólos egyelőre. Itt egy újabb fővárosi találat. Argyropulosz a harmadikat szerzi. Tetemes hátrányban a KVK. És még nagyon sok van ebből a negyedből is. Ennél azért több kell majd a hazaiaktól, és lassan szerintem jön majd Surányi László időkérése is. Palatinus tenné tovább. Szépen avatkozott közben Vadovics. Marad a labda azonban Horváth Ákosnál. Aranyi. És Ferenc 10-es sapkájában Aranyi Attila ezen a napon. Ismét megpróbál messziről gólt szerezni. Kevés sikerrel. Fogel. Vadovics. Vadovics lopja a távolságot, és Vadovics szerzi meg az FTC 10. találatát. Az első gólja Vadovics Viktornak a mai meccsen. Maroknyi Ferencvárosi szurkoló zendít rá itt a kaposvári úszodában. Öten vannak. De nagyon lelkesen buzdítják övéiket. És egyelőre van is miért örülniük. Szépen tesszük tovább a labdát. Fogelnek azonban ez most nem okozott gondot. A támadás szép volt. A befejezés már kevésbé volt erőteljes. Molnár keresztbe tett labda, Csoma! És javítanám önmagam, természetesen nem Csoma volt az, hiszen Szilágyi Ábel a kapuban. Lemaradtunk erről a cseréről. De ezt a bravúrt mindenképpen Szilágyi Ábel neve mellé kell már behúzni. A KVK saját nevelésű ifjú kapusa. Erre még jó lehet ez a mai mérkőzés, hogy azért mindenkinek játék lehetőséget biztosítson Surányi László. Miközben Vígvári Vendel érkezik. Varga Vince. Az ő testvére Varga Bence tavaly még Kaposváron pólózott, visszatért a Ferencvároshoz, de a mai mérkőzésre nem nevezte Varga Zsolt. Itt már Szilágyi is tehetetlen. Argyropulosz a negyedik gólját
szerzi Stylianos Argyropoulos. Görög játékos, a nyáron igazolt a Fradihoz. Egyelőre úgy néz ki, hogy nagy fogás, a korábbi Bajnokok Ligája győztes játékos. Kiállítás lesz a Fradinál. Ebben a negyedben még nem láttunk Kaposvári gólt, 6-szor viszont betalált az ellenfél. Ez egy kicsit fájó, meg ez a fogelvédés is. 1 perc 16 még a negyedből. És ismét Fogel hárít Berta. Kockstetter kiesik a kezéből. Hát a másik oldalra. És ez sincs benne, hihetetlen. Fogel Soma a magyar válogatott hálóőre. Rendszében. Varga Vince. 18-as világbajnok. Nem rossz a névsor. Nagy Ádám. Szép a megúszás. És fújnak egy 5 méterest a játékvezetők. Talán egy kicsit könnyű síppal, főleg 11-4-es állásnál. Nézzük. Vigvári belövi. 12-8. A Fradi 7-0-ra nyeri ezt a negyedet egyelőre. Abban azért reménykedünk, hogy ők már több gólt nem szereznek ebben a felvonásban. Az első Kaposvárira pedig még egyelőre várunk. Horváth Ákos. Így viszont várhatunk, már nem nagyon jutunk közelebb a Fradi kapujához. A kiállítás a vendégeknél. Emberelőnyben támadhat végig a KVK. Ott a visszatett labda. Valentine pillanatra elbizonytalanodik, ez pedig már szabad dobás. Le is pörög ezzel a harmadik negyed. Az utolsó felvonás előtt Kaposvári Vízilabda Klub Ferencváros 4-12.
esik az utolsó negyedet, 12-4-re vezet a Ferencváros. A kaposvári Csík-Ferenc versenyuszodában az első két negyed kiegyenlített volt még, utána azonban megmutatta a Ferencváros, hogy mire is képes. 7-0-ra nyerték azt a felvonást Varga Zsolt tanítványai, és pedig Szatmári küzd azért, hogy egyáltalán megszabadulja most a labdától. Itt hiába hoztuk el a labdát, a Ferencváros vezetheti az első igazán veszélyes támadást a negyedben. Vadovics. Szép a tovább tett labda, kapta velük. Fújnak egy 5 méterest. Ne menje. Ubovics. Ubovics próbált veszélyeztetni. Most már nézzük. Varga Vince büntetőjét. A kapuban Szilágyi Ábel. Gyerünk Ábel. A védés nem sikerül. Bravúrosan. De inkább fogalmazzunk úgy, hogy fiatalkora ellenére rutinosan lőtt a hálóba. Varga Vince az első gólja a mai mérkőzésen. 13-4 ezzel a Fradinak. Lassan 10 gólos előnyben a vendégek. Berta. Volt a készfogó Vadovicson. Gyötrik még egymást egy kicsit. Fogsetter. Petrovszky, jó a bejátszás, de az be is kéne lőni. A gólszerzők. Kasper Langevic. Az első találata az amerikai légiósnak. Szép támadás volt, és jó befejezés. Nagy Ádám. Vadovics. Jönsik. Nagy. Jól járatja a labdát a Fradi. Keresztlét hálít. Ubovics volt az elkövető. Jól szállt be Ubovics. Az előbb kiharcolt egy büntetőt, most lő egy kapufát. Megint Ubovics. Szilágyi. Védés Szilágyi Ábeltől, lehet egy kicsit faragni a hátránya, de Berta. Berta lövi el. Kiállítás a vendégeknél. Mondom én. A játékvezetők még iskurának. A labda a KVK-nál annyi biztos. Kiállítás nincs végül. Én szerettem volna. A lóba, Langevicnek a bejátszás, most itt a kiállítás végül. És itt Kaposvári a időkérése.
lássuk a folytatást. 13-5. A Fradinak emberelőnyben a KVK. Kaposvári időkérésen is túl vagyunk. Labda a KVK-nál. Jó lövés, Berta próbálkozása azonban. Száll le a vendégek kapujában Szaponyi Dániel 1-essel. Előtte pedig Varga Vince pontozódott ki. Ezek a folytatás továbbra is a kaposváriaknál a labda. Horváth Ákos. Be lehet lőni, és meg is tesszük. Hozzászerzett a Kácsi János. Sokszor eredményes mai este folyamán. Ezt a negyedet egyelőre 2-1-re nyeri a KVK. De pedig már Nagy Ádám kezében. Jasik. Nagy. Ez egy Vadovics. Természetesen. Takács védekezik Vadovicson. A bejátszás. Jól érvénytelen. Fekete Gergő. Hát a gyorsan előnyi még ezt, Vörös Tamást küldik ki közben a kaposvári csapatból. A játékvezetők szintén egy fiatal saját nevelésű tehetség. Vadovics. A szélre. Másik majd Vadovics a labda útja. Megjáratja a labdát a Ferencváros és gólt is szereznek. A gólszerző Nagy Ádám. Az állás pedig 14-6 a Fradinak. 4 perc 40 még a meccsből. Szatmári. Szatmári. Alaposan gyötörve van a mai meccsen. Jól is kezdte Szatmári Kristóf a szezont. A ferencvárosiak is, hogy azért őt kell fogni. Horváth Szaponyi hárít. Marad a 14-6. Jöhet előre a Ferencváros. Fekete. Telik lassan a vendégek támadó ideje. És szórják a labdát. Jöhet a Kaposvár. Ez most egy jó védekezés volt a hazaiaktól. Így várja a másik oldalon. Most reklamáltak a hazai szurkolók. Szabadics próbálkozását Szilágyi védi. Horváth. Kinek passzolni Horváth Ákos, Szatmári. Szatmári lövi el, Szatmári fejeli ki. Három perc a találkozóból. Kaposvári szabad dobás, Szatmári. Szemmel középre. Kiállítás. A kaposvári időkérés.
Nézzük a mérkőzés hajráját, újabb kaposvári időkérésen vagyunk túl, emberelőnyben a KVK. 10 másodperc még a támadó időből, Horváth tovább teszi. Berta, a bejátszás. Petrovszky próbált a kapura húzni. A vendégekkel volt Szakonyi. Vadovics. Próbálta játékba hozni Vadovics. Szilágyi vár ki. Ott az üres ember. Berta. Berta indulhat meg a Fradi kapuja felé. Berta ellövi. Mellé. Fordulhat a Ferencváros, már nem érnek vissza a kaposváriak. Fekete az előbb nem kapott jó labdát, most belőheti, és be is vágja Fekete Gergő. Ő szerzi a 15. Fradi gólt, Feketének pedig ez már a harmadik találata a meccsen. Argyropulosz 4-jel az élen. Közelebb a 10 gólos vezetéshez a Ferencváros. Nagy Ádám, és állítják. Vörös Tamás száll ki a kaposvári csapatból. Az már tényleg Vadovics volt, a Szilágyi véd. Ott a keresztpaszt, Fekete. Ezzel pedig 10-zel vezet a Fradi. Fekete a negyedik gólját lövi, utoléri Argyropulost. A görög játékost még megelőzheti. Ezen kívül sok izgalmat már nem tartogathat ez a meccs. Talán azért a hazaiaknak jól lenne. Tizen belülre jönniük. Mondtadunk az utolsó percben. 16-6-ra vezet a Fradi. Kiállítás a vendégeknél. Jábelő volt Langievic. Játékvezetők nevesen sípoltak. Vadovics száll ki. Nézzük a kaposváriak, mit kezdenek ezzel az emberelőnnyel. Valentine tette tovább. Szatmári. Még szép a támadás, Szatmárinak kéne ellőnie. Belőle igazán veszélyes próbálkozás, marad a labda a KVK-nál. Valentine. Szatmári, ez már jobb volt. Szakonyi eszén azonban nem tudtunk túljárni. Utolsó támadásai. Szilágyi piszkál oda, és Szilágyi labdát szerel. Bravo! Egy támadása még lenne a Kaposvárnak, a Horváth Ákos figyelne, de nem sikerült. Így viszont Szilágyinak van még egy védése. Petrovszky szabálytalankodik.